Ellentmondás nem tűrően kezdték a meccset a cápák, az első negyedet 19 ponttal nyerte a házigazda. A második 10 percben 7 pontot faragott hátrányából a Salgótarján. Fordulás után is próbálkoztak a vendégek, de a Nyíregyháza végig kontrollálta a mérkőzést. A hajrában beesett 2-3 vendég hármas, de ezzel csak szorosabbá tudta tenni az állást a Tarján, Merin Mehmedovics együttese magabiztosan szerezte meg a szezon első hazai győzelmét. Próbáltunk ez a meccsen úgy csinálni a szerkezetbe azok, akik játszaniak kell, kicsit hosszabb játszanak. Végül is egy nagyon sikerül első negyedbe. Szerintem ez a meccsen jó kihasználtunk külföldi játékos, Papezsán jó pozíció pályán, és nagyon jó, mert kihasználta, és láttunk, hogy benne is van Kakao, akkor lehet rá számítani. Az, ami a legfontosabb dolog, harcoltunk görcs nélkül. Minden meccs valahol görcsösen akkor most békésen tudunk, hogy ezt a meccs hozni kell, mert ezt a meccs ez fontos a pénteki meccs mióta. Én elégedett vagyok, mindig vannak ezt a negatív hullámok, ami nálunk mindig is voltak, hogy a semmiból mínusz 10, de szerintem kevesebb most látható, mint a eddigi volt. Busz Iván 7 ponttal járult hozzá csapat a győzelméhez, ami reményei szerint elindítja felfelé a cápákat. Sajnos egész szezon során még azon a meccsen is, amin egyébként nyertünk Jászberényben, ott is rosszul kezdtünk, mindig beragadtunk az ötözőbe, vagy valami nem klappolt az elején, úgyhogy próbáltunk kellő agresszivitással és úgy kijönni a pályára, hogy az hazai pályán úgy gondolom, hogy esélyes csapatnak illik. Egész szezonban eddig problémánk van a védekezéssel, illetve volt, ez elég bíztató, hogy nem is tudom mennyi lett a vége, 60-valány pontot kaptunk talán, de itt a utolsó 2 percben esett még be igazából mindegy állásnál több triplája a Salgótarjánnak, úgyhogy ez az, amire úgy gondolom, hogy lehet építkezni, és nagyon sok munkánk még előttünk. A Nyíregyháza pénteken bajnoki meccsen a Fót csapatát fogadja. Busz Iván jól ismeri az ellenfelet, mivel az előző szezonban a Fótiaknál játszott. Nem megbántva a Salgótarján, de úgy gondolom, hogy a Fót azért jobb erőkből áll, és persze ismerem, jó pár játékos ott maradt, James Kinney személyében talán az egyik legjobb légiósok is van a ligában, jó barátom lett tavaly, de egy nagyon jó játékos, úgyhogy nehéz lesz, abszolút Luka Markovic, Jóos Levente, egyik felnőtt válogatott kerettag volt másodiknak, 200 NBA 1-es meccse van körülbelül, úgyhogy nagyon jó játékosaik vannak, de még sorolhatnám is, Surman Gábor pedig egy olyan edző, aki mindig nagyon jól felkészített csapatát, és mindig a meglepetést is próbál belevinni, és számolok is vele, hogy valamit a tarsra előhúznak, ha úgy van, és remélem is, hogy elő kell majd húznia, mert az azt jelenti, hogy mi fogjuk diktálni az iramot, és remélhetőleg behúzzuk a mérkőzést. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, Phoenix Megyeri Tigrisek Fót mérkőzés pénteken 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő, Meavs Miskolc Salgótarján, Óbudai Kaszások Pécsi VSK, Cegléd Budafok, BKG Prima Akadémia Jászberény, Deac 23 Vasas Akadémia és TF Budapest Újbuda Mavc.